Sziasztok! A mai napon a szabad akaratról és az eleve elrendeltetésről szeretnék nektek egy kicsit beszélni. Ez egy olyan téma, ami állandóan előjön, pont a karmaszógia kapcsán is, meg egyáltalán úgy, hogy mit szabad, mit nem, mennyire elrendelt a sorsunk. Különböző filozófiák ütköznek itt egybe, hogyha megnézzük a vallást, akkor gyakorlatilag ugye a kereszténység is, főleg a protestantizmus, tehát elsősorban azt mondja, hogy minden eleve elrendeltetett, még az is, hogy vajon üdvözlünk-e vagy sem, tehát az emberi élet az gyakorlatilag ilyen értelemben változtathatatlan. Isten mondja meg, hogy te bekerülsz-e a mennyországba vagy sem, és az eleve mozdíthatatlanul kőbevésve ott van, akármit teszel, csak elrontani lehet. Tehát azért kell úgy élni, hogy betartjuk az emberi és isteni törvényeket, odafigyelünk az erkölcsre, odafigyelünk másokra, szeretteinkre, jót teszünk, adakozunk, szerények vagyunk, imádkozunk, mert ezzel elkerülhetjük azt a véget, amit esetleg azért vesztegetünk el, mert egyébként Isten bennünket arra szán, hogy bekerüljünk a mennyországba, de ha nem élünk a törvényei szerint, akkor ezt elronthatjuk. Viszont, hogyha Isten eleve arra szán bennünket, hogy nem kerülhetünk be a mennyországba, ami egy nagyon fura gondolat, ha belegondoltok, hogy oké, jó, ez erről most nem kezdek el filozofálni, mert nem ez a témánk, de furcsa minden esetre, hogy akármit teszed, hogyha én csak jó vagyok egész életemben, és önfeláldozó, és segítőkész, és egy rossz gondolatom nincs, egy negatív tettem nincsen, de ha Isten úgy döntött, hogy én nem kerülhetek be, akkor teljesen mindegy, hogy mit teszek, akkor sem fogok bekerülni. Ez nekem mindig bajom volt, természetesen. Ugye a római katolicizmust, a judeokereszténység, fogalmazunk így, az gyakorlatilag nagyon nagy hangsúlyt helyezett a bűnbocsánatra, illetve a gyónásra, és ez megint ugye egy érdekes kérdés, hogy annak idején a középkorban az utolsó pillérét is elvették az embereknek bűnbocsánat cédulákra, hogy ha ezt megveszed, akkor biztos, hogy üdvözülsz, és akkor az összes bűnöd meg van bocsájtva. Meg ugye az áldozás előtti gyónás is borzasztóan fontos volt, hogy a pap ugye a gyóntató fülkében meghallgatta a te bűneidet, és akkor eldöntötte, hogy milyen penitencia oldja föl ezeket éppen. Pedig Krisztusnak nem ez volt az eredeti gondolata, hanem, és nem is a gyónás maga. Tehát nem a gyónásnak a szertartása volt a lényeges, hanem az azt megelőző lelkiismeretvizsgálat. Tehát az, hogy amikor vége van egy napodnak, akkor tarts lelkiismeretvizsgálatot, nézd meg, hogy aznap mit tettél, mikor voltál szeretetlen, mikor voltál türelmetlen, és egyáltalán nézzél szembe a tetteiddel, tehát emeld a rezgésedet, és lásd magadat felülről, oldalról, kívülről, belülről, és próbáld magadat meghatározni, hogy aznap éppen mit értél. Egyébként nagyon fontos lenne különben is, de ugye ha más nem, akkor a nagy sátoros ünnepeink előtt ezt a lelkiismeret vizsgálatot el lehet úgy is végezni, hogy karácsony előtt az ember elgondolkodik, hogy na, mit csináltam ebben az évben, vagy születésnapod előtt, vagy húsvét előtt, ugye ezek voltak ezek a nagy gyónási, áldozási időszakok, ezeknél fontos az, hogy tisztán lépjünk az ünnep napon Isten szent színe elé. Ez volt gyakorlatilag a gyónás, de még egyszer mondom, nem az volt a vezérgondolat, hogy te most fülbe gyónjad egy vadidegennek, vagy a papnak, az általad kiválasztott papnak a vétkeidet, és utána áldozzál, magadhoz vegyed az oltári szentséget, és akkor megdicsőj, hanem az volt a lényeg, hogy szembenézd magad előtt a saját lelkiismereteddel. A buddhizmus még érdekesebb, ugyanis ugye a buddhizmus pedig azt mondja, hogy minden eleve el van rendeltetve, megint csak ezt csak elrontani lehet, és a különbség a keleti és a nyugati ember között az nagyon-nagyon leegyszerűsítve van, tehát tényleg csak a témák szempontjából próbálom ezt így elmagyarázni nektek, hogy a keleti ember az megúszni akarja az életet, tehát ő azt mondja, a keleti filozófia azt mondja, hogy a túlzások miatt és a negatív tettek miatt rossz az ember élete, tehát azért születünk újra vissza, hogy mindig tökéletesebbek legyünk, és hogy mindig az arany középutat választjuk, ne essünk túlzásba, és ha nem okozunk semmiféle galibát, akkor egyszer csak elérjük, amit is, a semmit.
tehát a keleti ember és a keleti filozófiák a semmi felé mennek. És ezzel senkit nem akarok megsérteni, tehát ugye Horváth Andi barátnőm, szintén karmasztrológus, ő buddhista, nagyon szeretem, és nagyon-nagyon jó embernek tartom, és neki nagyon tiszta a buddhizmusa, tehát nagyon tiszta hite van, nem is beszélgettünk erről, tehát abszolút nem szeretnék senkit sértegetni a meggyőződésében, de akkor is ki kell jelentenünk, hogy az egész buddhista felfogás az az, hogy ússzuk meg az életet mindenféle macera, mindenféle baj nélkül, és akkor, ha nagyon kevés rosszat teszünk, hogy tudunk a legkevesebb rosszat tenni, meg sem mozdulunk, ugye, akkor majd a miénk lehet a micsoda, a nirvána, ami a semmi. És az ugye azt jelenti, hogy nem kell visszaszületnünk, megszakítjuk a karma kerekeket, nem kell lejönnünk a földre. Ebből a felfogásból a föld egy ilyen büntető börtönszerűség, vagy egy ilyen átnevelő tábor, vagy nem is tudom, egy ilyen tábor, ahol mi megtanulunk semmit csinálni, mert akkor nem okozunk bajt. Tehát ez most nagyon sarkítva, meg egy kicsit ilyen, talán egy kicsit cinikusan hangzik, de nekem mindig ez jött le ebből a felfogásból. És éppen ezért mondja a buddhizmus azt, és a buddhista tanítók, illetve a buddhista filozófiát valló emberek, hogy nincs szabad akarat, hanem minden eleve el van rendelve, és úgyse tudsz semmit tenni ellene, legfeljebb megúszni tudod, minél kevesebb macera nélkül. Ezzel szemben a nyugati ember az a mindent választja. Tehát a nyugati felfogás, az európai nyugati felfogás az az, hogy mindent ki akarok próbálni. Én magam akarom eldönteni, hogy ez jó vagy rossz nekem, az egy további kérdés lenne, ugye itt kéne tovább lépni a kérdezőnek, hogy igen, nekem lehet, hogy jó, de vajon a környezetemnek és a társadalomnak jó-e? És ha igen, akkor tök jó, mert akkor tudom használni, akkor tudom működtetni, és akkor én a minden felé megyek el. Ez egy nagyon, hogy mondjam, önérvényesítő gondolat, ami attól válik kevésbé önérvényesítővé, hogyha én azt mondom, hogy nem csak a magam jó minőségét akarom megteremteni, hanem valóban el akarom magam helyezni a társadalomban, a családomban, a környezetemben, a nagyobb társadalomban, és azt szeretném tudni, hogy vajon amit én csinálok, ahogy én élek, az én választásaim, az én döntéseim, azok mennyire illeszkednek vele a társadalom szövetébe, és mennyire fogadható el az, amit csinálok a társadalom szempontjából. És akkor tulajdonképpen el is érkeztünk, az NLP-nek van egy ilyen hétlépéses teremtés technikája, amit én nagyon-nagyon kedvelek. Ugye az úgy szól, hogy mit akarsz megteremteni, tehát határozd meg, meséld el, hogy mit akarsz megteremteni, ez az első lépés, tehát pontosan fogalmazd meg, hogy mit akarsz létrehozni, a második lépés az, hogy felsorolod, hogy milyen erőforrások vannak már most meg, a harmadik lépés, hogy mi az, ami hiányzik. A negyedik lépés az, hogy honnan tudod ezt vajon a hiányzó dolgokat előteremteni. Tehát végig gondoltatja vele, hogy igen, most ha mit tudom én, pénzre van szükség, akkor banki kölcsönt veszek föl, vagy az a barátaimtól veszek kölcsön, vagy gyűjtök hozzá még, és akkor később kezdem el, ha mit tudom én, hiányzanak különböző egyéb, nem anyagi, hanem mondjuk tudásbeli erőforrások, akkor hova megyek el megtanulni ezeket a dolgokat, stb. Tehát ez a negyedik pont. Az ötödik pont az, hogy el kell mondani pontosan, hogy mi lesz a te hasznod, ha megvalósul ez a terv. A hatodik pont, hogy mi lesz a társadalomnak a haszna ebből. És a hetedik az a legcsodálatosabb szerintem, mert azt kérdezi az NLP szakember, ilyenkor a delikvenstől, hogy és mi van, ha csak 80%-ban sikerül. És a legtöbb ember erre érdekes módon azzal reagál, hogy az nem jó, az kevés. Pedig hát mikor csinálunk, mit csinálunk meg igazából több mint 80%-ig. Most gondolj vissza mondjuk az érettségi vizsgádra, és nézd meg az osztályzataidat, és nézd meg, hogy az ötösök mögött valóban 100% volt, vagy 70. Mondja már örülünk a 70-nek is. Tehát pont azt kell elfogadni, hogyha nem teljesül 100%-ban valami, de 80%-ban igen, már azzal is annak is örülünk, már azzal is boldogok vagyunk. Na most... ez a technika, ezt ajánlom nektek a figyelmetekbe, mert baromi jó. De visszatérve az eredeti gondolatunkhoz, a szabad akarat és az eleve rendezetés működéséhez, azt tudom nektek mondani, hogy a születési képletben vannak sarokpontok. Ezek most nem a sarkalatos pontok, hanem vannak olyan sarokpontok, olyan állások, amik nagyon-nagyon meghatározzák azt, hogy vajon
mik azok a lehetőségeid, amik rendelkezésre állnak, hol kell egy picit feszegetni a korlátjaidat, a határaidat, hogy esetleg a sarokpontokon túl is sikeres legyél, és mik azok a dolgok, amiket nem érdemes feszegetni, vagy hát igen, hogyha nagyon szeretsz nagy erőfeszítéseket eszközölni, de ha igazából nem, akkor ki kéne használnod azokat a lehetőségeket, amiket a születési képred mutat. És itt jön be a szabad akarat kérdésköre. Nem egyforma szabad akarattal érkezünk ugyanis. Vannak emberek, akiknek nagyobb szabad akaratuk van, és vannak olyan emberek, akiknek nagyon kevés szabad akaratuk van. Rögtön feltetjük a kérdést, hogy vajon egyáltalán miért? Miért van ez a különbség? Tehát miért nincs egyforma, egyenlő szabad akaratunk? Egyszerűen azért, mert minél több a szabad akaratod, annál nagyobb a felelősség tudatod is, a felelősséged a dolgok kimenetét illetően. És minél kevesebb a szabad akaratod, annál inkább csak egy szűk, nagyon korlátozott mesdjén haladhatsz, hogy egyáltalán elvégezz azt, amiért jöttél, és hogy azon belül legyél sikeres. Tehát ez választás kérdése, ezt annak idején Osó úgy fogalmazta meg, hogy létezik a jóga útja, és létezik a tantra útja, és a jóga való a tömegeknek, a jógának a fegyelme, és a tantra útja való azoknak a nagyon keveseknek, akik úgy döntenek, hogy mindent kipróbálnak, és kipróbálják a legmagasabb rezgésű dolgokat is, viszont felelősséggel teszik. Ezt a felelősséget nem mindenki tudja megélni. És nem mindenki tudja jól megélni. Mert igen, nem csak élünk, hanem visszaélünk is a dolgainkkal. Mi mutatja a születési képletben azt, hogy viszonylag kevés szabad akarattal születtél? Megint arra kérlek benneteket, hogy ne bombázzatok saját személyes állásokkal, mert, hogy mondjam, nem érdemes igazából kiragadni, tehát mindig a képlet egészét kell nézni. Ennek ellenére ugye most én is kiragadok dolgokat. Ez azért van, hogy egyáltalán első ránézésre azt meg tud állapítani, hogy neked vajon milyen tervrajzod van, mennyire illik bele a szabad akarat működése abba az élettervbe, amit kitaláltál magadnak. Ha például a születési képletben a tengelyid, a főtengelyid, tehát az asztenes MCIC tengely kereszt kvadrátban állnak, a kereszt kvadrát az általában úgy működik, hogy ugye a négy sarkalatos pontról van szó, az asztendens te magad, a fizikai tested is az életutat kezdete, a desztendens a fizikai, vagy a társad, tehát a párod, akit választasz magadnak, vagy annak az idealizált képe, az MC a jövő, hivatás, életcél, karrierpontja, az IC a legalacsonyabban álló pont, pedig az otthon, család, a gyökereid, amiben ugye gyökerezik ez a mostani élet, tehát a régi rejtett karma, ezt szoktuk rá mondani, de így is fel lehet fogalmazni, meg lehet fogalmazni ezt a négy sarkalatos pontot, hogy én, ő, a múltam és a jövőm. Na most, ha ezek keresztbe vannak egymással, pontos keresztkvadrátban állnak, és itt a pontosan hangsúly van, egy másfél fokos orbiszt fogadok el. Ha van ott égítest, akkor esetleg egy picit tágítani lehet, de abból induljatok ki, tehát ha azt akarjuk megállapítani, hogy kevés a szabad akaratod, és egy szűk mesdjén belül kell működnöd, az a másfél, maximum másfél fokos orbiszt. Mi van ilyenkor? Nagyon egyszerű, ugye a kvadrátok napi konfliktus helyzeteket hoznak, és egyáltalán ugye ez azt jelenti, hogy konfliktusban van ez a négy sarkalatos pont egymással, és folyamatos odafigyelést igényel tőled, zsonglőrködést, hogy középen maradj. Úgy szoktam ezt elmesélni, hogy ez olyan, mint amikor vannak ezek a szent őrültek, akik ugye különböző magas épületek közé kifeszítenek egy kötelet, és akkor ilyen bazinagy, hogy hívják, ilyen dióverő poznákkal egyensúlyoznak, és mennek át a kötélen, lehetőleg úgy, hogy semmi nincs alattuk, és ugyan átérnek általában. Magyarul nagyon-nagyon lassan, óvatosan egyensúlyoznak azon a bizonyos kötélen. Hát ilyen kötéltánc, amikor pontos keresztmandában vannak ezek a sarkalatos pontok, mert ha az egyikről lecsúszol, tehát az egyik elmond van, akkor a másik hárommal is baj van. Tehát ez az egyik ilyen problematika. Azt szoktam mondani, hogy ha éppen nem érzed jól magad a bőrödbe, akkor nem tudod a párkapcsolatodat jól működtetni, akkor már rossz kedved van, és akkor az otthonod sem működik jól, ami miatt a hivatásod vagy a karriered sem, és nincsenek céljaid. Tehát lecsúszol középre, és nem nagyon lehet belőle, vagy nem nagyon nehéz belőle talpra állni. Ráadásul ugye az összes nagybolygó tranzit, az nem csak egy pontot mozgat meg, hanem mind a négyet, tehát sajnos a nagybolygó tranzitok például ugye
hét évente a Szaturnusz, az egyszerűen borítja a dolgokat. Tehát, és akkor tényleg azt éli meg az ember, hogy nagyon nehéz az élete, terheket cipel, neki nem sikerülnek a párkapcsolatai, ő nem tud jól működni az élet útján, stb. Tehát ez egy nehéz ügy. És valóban azt tudom mondani, hogy meg kell tanulni azt a nagyon szűk mezsét megtalálni, ahol viszont te középen egyensúlyozva mégiscsak tudsz sikeres lenni. A következő ilyen állás, ami azt jelzi, hogy nincs különösebb szabad akaratod, az, amikor az aszcendens közelében van a Szaturnusz, különösen, hogyha az első házból éred, 4-5 foknyira az egyes házban, és 2-3 foknyira a 12-es házban a Szaturnusz mindig azt jelzi, hogy megint csak be vagy korlátozva. Erre azt a képet szoktam megmutatni, hogy ez olyan, mintha éjszaka egy gonosz manó egy falat húzna a bejárati ajtódhoz, te pedig mész ugye reggel dolgozni, kinyitod az ajtót, és ott egy fal. Na most ilyen a Szaturnusz is, az egész életed során mindig azt érzed, hogy valami blokkol, valami akadályoz. Gondolhatnánk ugye a kérdést, hogy vajon miért? Tehát miért akarjuk mi ezt a falat oda? Miért pakoltuk magunknak oda? Megint csak szeretném, ha értenétek, hogy te hozod létre a születési képletedet. Minden, ami ott van, az a te döntésed volt, odafönt tervezted meg. És nyilvánvalóan azért pakolod oda a Szaturnuszt, mert félsz attól, hogy nem fogod megtenni mindazt, amit elhatározol, vagy magától az élettől félsz, vagy magától a szabad döntésektől félsz. Egyáltalán ez a szabályvezető, sorvezető, vagy tudjátok, a villanypásztor. Tehát arra gondoljatok, ugye, hogy amikor bent kell, hogy maradjon egy bizonyos mezsén, akkor oda pakolja ugye a Szaturnusz, ami az égi rendőr, karma rendőrségnek szoktam nevezni. Amúgy egyébként a Szaturnusz bárhol, ahol szoros, blokkoló együttállásban van valamilyen bolygóval, ugyanezt hozza oda, hogy azon az archetípuson keresztül nem fogod tudni jól megélni a szabad akaratot, mert ott van ez a blokkolás, ott van ez a pálcás ember, aki azt mondja neked, hogy ott kell maradnod, és azt kell csinálnod, ami decens, vagy ami helyes, vagy ami jó, és ami nagyon nehéz. Tehát ugyanígy nap-szaturusz együttállás, hol-szaturusz az inkább depressziót fog hozni, de az is oda, tehát a szorongást oda hozza, hogy vajon jól csinálom el a dolgaimat, stb. Tehát minden pontnál így van, és a felszálló holcsomó Szaturnusz együttállás, és konkrétan ez a karma rendőrség, ugye, amikor a sorsomra odapakolom a Szaturnusz, hogy nagyon kevés szabad mozgásterem legyen, és mégiscsak meg tudjam csinálni azt, amiért jöttem. Aztán még a szabad akarat hiánya az is, hogyha kérdeztetek a vertex-antivertex pontokról, fogok róla külön csinálni egy videót, ez amúgy is egy fontos karmasztrológiai eszköz, de például, hogyha a vertex mellett ott áll a napod, akkor az megint csak egy ilyen úton maradás, azt tudom csak beteljesíteni, amit elhatároztam. Az ego fejlődésemben nagyon befolyásol az, ami külső körülmény, tehát ez ugye a házhelyzettől függ, hogy mi lehet az a külső körülmény, tehát ez is egy ilyen ez jelölő, hogy nincs mindig szabad akaratod. Önmagában a Szaturnusz-Mars fényszögek is, ugye ez a tompított akarat, akadályozott akarat, visszafogott akarat, így fordítjuk le, ez nem egyértelműen mondanám azt, hogy nincs az illetőnek szabad akarata, azt mondanám inkább, hogy korlátozott a szabad akarat. És van egy nagyon érdekes égikus terület, ez a bizonyos nagy attraktor, ez a nyilas 14 fokon lévő égikus terület, ami konkrétan a szabad akarat és az eleve ellenleltetés működését hozza oda. Erről megint majd egy hosszabb dolog jön, mert ez csak megemlítem, tehát ha neked a nyilas 14 fok prominens, mondjuk ott van valamilyen fontos égitested vagy képletpontod, akkor gondolkozz el azon, hogy vajon az együtt álló archetípus, tehát a 14 fokon álló, nyilas 14 fokon álló bolygó archetípuson keresztül érkezik-e az életedbe olyan dilemma, hogy mit szabad és mit nem, mekkora szabad akaratom van, mi akadályoz engem, hogyan tudom ezt egyáltalán működtetni. Tehát nagyon sokszor ez egészen érdekes módon a gyerekkorban szokott, ha ez egy személyes bolygó, már a gyerekkorban szokott olyan eseménysor lenni, ahol szinte elveszik a szabad akaratodat, és azt tanulod meg, hogy teljesen kiszolgáltatott vagy. Tehát ez elég fájdalmas tud lenni. Itt mondom el, hogy az égi kúszterületeknek az orbisza egy picit nagyobb, mint az állócsillagoké, olyan 1,5-2 fokig nyugodtan használhatod. Tehát magyarul a 12 és 16 fok nyilas tartomány az van érintve a nagy attraktorra.
Nézzük egy-két példát arra, hogy mikor van szabad akaratod. Ugye a tengelyekkel kezdtük, tehát hogyha a tengelyek például a misztikus négyszeget hoznak létre, tehát szextillel és trigonnal kapcsolódik hozzá ugye az aszcendens az MC-hez, a deszcendens az IC-hez, vagy fordítva, ez egy misztikus négyszög, tehát a két opozíciót keretezi, két szextil és két trigon, ez azt mutatja meg, hogy nagy mozgástered van az életterületek megélésében, és hogyha az egyik jól működik, abból nagyon jól tud stabilizálni a másikat. Tehát, hogyha van egy életválságod, mondjuk párkapcsolati, akkor mondjuk tudod stabilizálni vagy a családdal, vagy tudod a hivatás életcél karrier témájával, vagy önmagadból kiindulva tudod helyrehozni az egyensúlyt. Tehát ennek szoktunk örülni. Annak is szoktunk örülni, hogyha a Jupiter prominens, hiszen a Jupiter a nagy szerencse, expanzió, optimizmus bolygója, tehát ahogy a Szaturnusz korlátoz, úgy a Jupiter meg kinyitja a teret a számukra, optimizmussal tölt el, hittel tölt el, segít az életutunkon. Ahol a Jupiter áll, az mindig egy ilyen életterület, az a ház. Ez nem igazából a szabad akaratot erősíti, hanem kimondottan a hitedet és az optimizmusodat, hogy tudod működtetni az életedet úgy, ahogy azt akarod, ahogy azt szeretnéd, ahogy az jó neked. Tehát ezt a fajta optimizmus hozza oda a Jupiter. Aztán szabad akarat fényszögünk is van természetesen, méghozzá a Mars-Uránusz fényszög kapcsolatok. Ha ez egy jó fényszög kapcsolat, tehát együttállás, trigon, szextél, bidirekciós, tehát kétirányú kvinkungsz, és az elég gyakori, mert ugye az Uránusz elég sokszor retrográd. Hogyha ez a, tehát ha Mars-Uránusz fényszöged van, és az jó fényszög, akár egy pici fényszögről is van szó, tehát egy 30 fokról, vagy egy mondjuk a quintil, vagy a szeptil sorozatból, akkor van szabad akaratod, és azon az fényszögön keresztül, és az életterületeken keresztül tudod a szabad akaratodat működtetni. Tehát megnézel, a következő képen nézed meg, megfigyeled, hogy milyen fényszög van a Mars és az Uránusz között, hol van a Mars, hol van az Uránusz. Ugye, hogyha még egyszer, hogyha ez egy jó fényszög, együttállás, szextil, trigon, bidirekciós kvinkungsz és a szellemi fényszögek, akkor ez nagyon jól tud működni, akkor azt érzékeled, hogy van szabad akaratod, van szabad választásod, döntési helyzetekben meg tudod hozni azokat a nagy életváltoztató döntéseket, ami aztán előbbre visz, néha nem, de általában igen. De mindesetre, ha végignézel az életeden, akkor azt fogod látni, hogy az összes döntésedért te magad vagy a felelős, lehetett volna jobban is csinálni, de mégsem tudod másra kenni. Tehát ez a jó fényszöge. Mi történik, hogyha mondjuk egy opozíció, vagy egy kvadrátod, vagy negyed, ugye negyed, tehát 45 fok, 135 fokod van, akkor nem mindig működik jól a szabad akarat, akkor is van egy vágyad folyamatosan, arra különösen a kvadrát működik úgy, hogy nagyon szeretnéd, ha lenne, foglalkoztat a kérdés, és belebuktat az élet időnként abba, hogy mégsem tudod úgy működtetni, ahogy azt szeretnéd. Akkor is van, tehát szeretném, hogyha tudnád, hogy a nehéz fényszögeknél is van szabad akaratod, csak végül azok a döntések, amiket meghozol, azok általában nem téged szolgálnak, vagy nem szolgálják a környezetedet, és azt éled meg, hogy hát jobb lett volna nem így dönteni. Tehát már is a szabad akaratnak a negatív oldalát éled meg, és akkor ugye például egy ilyen élet után dönthetsz úgy, hogy most akkor nem hagyok magamnak szabad akaratot, nézzük meg, hogy akkor mi történik, hát ha úgy könnyebb. Tehát pont ezek azok a választások, azok a megélések, amik aztán a következő inkarnációnak a dolgait befolyásolják. Így születnek meg ezek az egymás utáni születési képletek, amikkel jövünk és próbálkozunk. Ez tehát a szabad akarat és az eleve elrendeltetés témaköre. Van eleve elrendeltetés, tehát ezt azért rögzítsük. Maga a sorsod is eleve elrendeltetés, de főleg az, hogy hogyan valósítod meg a sorsodat, az egy picit más. Múlt héten láttam egy olyan képletet, és egy olyan, nagyon érdekes volt a számomra, beszélgettem a viselőjével, és az összes analógiás megfelelésből mindig a legalacsonyabb rezgésűt csinálta meg, tehát működtette a képletét, de igyekezett a lehető legfapadosabban megcsinálni, és nagyon, nagyon rögtem, mert végülis megoldotta. Na most az a kérdés persze, hogy boldog ezzel, vagy nem boldog. Tehát a szabad akarat nem arra való, hogy szabadon bedöntsük a világot, és tényleg ez a, tehát a mai modern liberális felfogás az, hogy mindent szabad, még az ellenkezőjét is, ugye, és az emberi szabadságjogok azok elsődlegesek, nem elsődlegesek. Ezt a kérdést kell feltenni, hogy az én szabad akaratom mennyiben árt vagy használ a környezetemnek. És ez a lényeg. Tehát a szabad akarat és eleve ellenleltetés témakörében pont a felelősségvállalás a lényeges.
Ha kevés szabad akarattal jössz, az azért van, mert nem akarod fölvállalni a dolgokat. Ha sok szabad akarattal jössz, az azért van, nagyobb mozgástered van ugyan, de az azért van, mert felelősséget akarsz vállalni. Nem sokára jelentkezem majd a 17. állásokkal, addig is érezzétek magatokat jól. Sziasztok!